Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Mai szentmisét Szűz Mária szent nevéről imádkozzuk. Fölajánljuk hálából Botond, János és Vince életéért. A szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Megvédkezzünk ellened! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, híveit szívből örvendeznek a boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hadhatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, nem dicsérhetlek meg titeket, mert összejöveteletek nem javatokra, hanem lelki károtokra szolgál. Azt hallottam ugyanis, hogy amikor közösségbe gyűltök össze, szakadás van köztetek. Ezt részben el is hiszem. A szakadásnak arra kell szolgálnia, hogy a megbízhatók kitűnjenek köztetek. Amikor ugyanis egybe gyűltök, már nem az Úr vacsoráját eszitek, mert étkezés közben kiki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza. Egyesek szegényesen étkeznek, mások meg dőzsölnek.
Hát nem tudtok otthon enni és inni? Vagy Isten népét akarjátok megcsúfolni, amikor zavarba hozzátok a szegény sorsúakat? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek? Ebben nem dicsérlek benneteket. Én pontosan elmondtam nektek úgy, amint az Úrtól megkaptam. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek és egyetek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis ezt a kenyeret eszitek, és ebből a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ezért testvéreim, ha egybe gyűltök az étkezésre, legyetek tekintettel egymásra. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Boldogodj, Szűz Mária, mert az ő vagy a Szent Fiát te hordoztad. Boldog vagy, Szűz Mária, mert az ő vagy a Szent Fiát te hordoztad. Magasztalja lelkem az Uram, újabb üdvözítő Istenemben, mert tekintetre méltatta a vázlatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyon művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hív. Legyen veletek! És a Evangélium Szent Lukács könyvéből. Üdvözség neked, Istenem!
Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment. Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt. A szolga már a halálán volt. A százados, aki hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját. Amikor ezek odaértek Jézushoz, kérlelték őt. Megérdemli, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze voltak a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem tartom magamat méltónak arra sem, hogy hozzád menjek. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Bár magam is alárendelt ember vagyok, alattam is szolgálnak a katonák. S ha azt mondom az egyiknek menj, akkor elmegy. Ha a másiknak meg azt mondom jöjj ide, akkor odajön. Vagy ha a szolgámnak szólok, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult és így szólt az őt követő tömegnek. Mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben. Amikor a küldöttek hazaértek, a beteg szolgát egészségesnek találták. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, mai evangéliumi szakasz párhuzama Máténál található meg, bár annyi különbség van a két szakasz között, hogy Máténál a százados Jézus elé járul. Lukácsnál, mint hallottuk, előbb a zsidó véneket küldi, majd a barátait küldi Jézus elé. Az előzőekben figyelmeztetéseket hallottunk hasonlatok formájában, talán még emlékszünk rá. Így hangzottak, miért látod meg testvéred szemében a szálkát, nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt hoz. Majd jó alapról, vagyis, hogy a házat sziklára kell építeni. És ezzel tulajdonképpen le is zártuk a könyv 6. fejezetét, és a mai szakasszal megnyitottuk a 7. fejezetet. Sőt, tulajdonképpen lezártuk az úgynevezett síksági beszédet is, mert hallottuk mai evangéliumi rész így kezdődött, hogy amikor Jézus befejezte a beszédét, bement Kafarnaumba. Mint már annyiszor, most is arról olvastunk, hogy az Úr Jézus Krisztus gyógyít. Vagyis, ahogy tegnapi evangéliumban is szó volt róla, tulajdonképpen bemutatja az embereknek Isten irgalmas szeretetét. Hiszen minden gyógyításnál, minden csodatételnél ezt akarja megmutatni, ezzel akarja megismertetni az embereket. Teszi ezt úgy, hogy egy pogány katona, vagyis az elnyomó hatalom képviselőjének a szavára, kérésére. És itt eszünkbe kell jusson egy korábbi jelenet, amikor Jézus elkezdi működését, bemegy Názáretbe, ahol nevelkedett, ott bemegy a zsinagógába. Mindamellett, hogy elmondja ott a programját, arról is beszél, bár nem olyan nyíltan, hogy tulajdonképpen, amit ő hirdet, az a pogányoknak is szól. És ószövetségi példákat sorakoztat fel az ott lévők elé. Haragra gerjednek és meg akarják ölni pusztán a szavai miatt. És érdekes módon a mai történetben azt olvassuk, hogy maguk a zsidó vének mennek és kérlelik, hogy megérdemli, hiszen segít, szereti a népünket. Itt már nem akarják megkövezni, úgy tűnik az érdekeiket is nézik, és akkor így szemet hunynak bizonyos dolgok felett. Ezt zárójelben jegyeztem meg.
meggyógyítja a pogány százados szavára a pogány szolgát. Százados már korábban hallott róla, mint ahogy olvastuk, és hitt annak, amit Jézusról hallott. Elhitte mindazt. És Jézus ezt a hitet emeli ki a századossal kapcsolatban. Ekkora hittel nem találkoztam Izraelben, mondja Jézus. A százados Jézust nem látja, legalábbis Lukács leírása szerint, mint említettem, Máténál pedig eléje járul. Tehát nem látja Jézust. A véneket küldi, illetve a barátait küldi elé. És mégis abban a tudatban él, hogy Jézus szavának ereje van, vagyis olyan hatalommal rendelkezik, amely, most így mondom, távolról is hat. És erről aztán meg is győződhet maga Jézus is, vagy bocsánat, maga a százados is, és tulajdonképpen a zsidó vének, illetve a százados barátai is. Mire a küldöttek hazatértek, a szolgát egészségesen találták. Így zárult le mai evangéliumi szakasz. Jelenetben Jézus példaként mutat rá a százados hitére, ugyanakkor az egész egyházunk előtt is példaként áll ez a százados. Olyannyira, hogy a szavait a szent liturgiába is bevettük, és minden szent misén elismételjük. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul. Nem a szolgát, hanem a lelkem, szoktuk mondani a szent misében. Ennyi módosítással szoktuk megismételni a százados szavait. Imádkozzunk minden nap, hogy a hit kegyelmét, amelyet megkaptunk, minél inkább elmélyítsük, el tudjuk mélyíteni az életünk folyamán. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd meg a szent hitben Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Kérünk téged. Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyádnak közben járására, hallgass meg kéréseinket, aki jössz és uralkodol a mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segítsen minket szent fiad, aki emberré lett és szűztől született. Ő, aki édesanyjának szűzi épségét nem vett el, hanem inkább megszentelte, szabadítson meg gyarlóságainktól, és tegye kedvessé előtted áldozatunkat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálódat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Amen.
Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol a mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életed. Boldog asszony, Szűz Mária, mélyében hordozta az örök atya fiát. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből.
bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret. Kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Köszönöm.